És akkor, amiért érkeztünk, egy-két szót ebből a könyvből idéznék. Aki beleálmodott minket ebbe a világba, nem átmeneti időre gondolt ránk, örök játszótársnak hívott elő mindenkit a semmiből, és nem nyugszik, amíg azzá nem válnak. Teremtő, megtartó, beteljesítő szeretete időtlen. Van. Csak van. Boldog, aki felfedezi, és benne megmarad. Remélem, hogy ez a mai este ezen a vonalon is tud bennünket előre lendíteni, és egymás felé ilyen atmoszférában segíteni, hogy ez az egy egész élet is látható, mint egy nagy közös játék, tánc, együttörvendezés. És akkor én átadnám a szót Balázsnak, hogy egy pár szót Edo Kristóffal kapcsolatban, amit akár elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttetek. Rögtön bele vágok a közepébe, mert nagyon szeretek beszélni, és próbálom szűkíteni a dolgokat. Csókai doktor úrral, végül csak András, már régen óta beszéltünk a Szijjártó Ygrekről, és nagyon vártuk, elkezdtük már a rajzokat, és januárban meg is érkeztek a gyerekek. Rögtön mondta nekünk Pataki doktor úr, hogy a gyerekekről senkinek nem szabad beszélni, hogy hol vannak, mit csinálnak, stb. Amikor először láttam a gyerekeket, rögtön Ilcsik Mariannal találkoztam, a magyar anyukájukkal egyébként a gyerekeknek, álljál fel egy pillanatra, aki gyakorlatilag 24 órás szolgálatot teljesített a gyerekek mellett egész héten, csak hétvégén szabad haza egy kis időre, és ha a gyerekek esetleg mentek mondjuk kezelésre, vagy valami orvosi fölmérésre, többször megkértek én, mint egy nagy darab ember, várják oda az ajtóhoz, hogy senki mással, hogy az összevett gyerekeket kiveszik, mint a nagy darab, ugye. De hát legalább tekintélyes. Ennyire kellett vigyázni a gyerekekre, és hát a számomra meglepő volt. Pataki doktor úr mondta, hogy még a családtagoknak sem beszéljünk róla. Hát ez hogy elképzelhető, vagy hogy lehet ezt megmondani, hiszen Marian ott volt fél évig, minden nap 24 órán keresztül a gyerekekkel. Hogy ne beszélne a családjának a gyerekekkel? A családja az szememben egy hős, hogy ezt el tudták viselni, egy anyát fél évig nélkülözni, különösen a fiammal részemről, nem is tudom, hogy lehetett ez, de mindenki, aki ebben részt vett ebben a programban, mindenhol a család támogatását élveztük. Ugyanúgy a Csókai doktor biztatta a Daniella, a felesége, engem a keresztlányom, az apám, anyám, itt mindenki együtt volt, tehát nem csak az a 35 ember, hanem még vagy 100, meg a családtagok, hogy együtt lélegeztek velünk. És mindenhogy én Mariannak a gyerekét egy óriási hősnek tartom, meg a férjét is, meg az egész családját is, hogy ezt a nélkülözést így kimondták, és egy óriási szeretettel. Ezért kértem meg Ledó Kristófot, hogy én is tudtam, hogy klasszikus gitárral játszik, hogy mindenképpen lépjen fel a könyvbemutató.
Thank you.
Elsősorban Balázs életének az üzenete abban a kontextusban, hogy Andrással, jó barátságban kerületvén kérdezték ki András, hogy a könyvben is olvasható. Ki az, aki már olvasta a könyvet? Tényleg most jött ki a könyv nyomdával, úgyhogy nem csoda, és remélem, hogy azért sokan elolvassák. Az elején írtam, hogy aki hitem szerint tényleg úgy van, aki ezt elolvassa figyelmesen, amikor becsukja a könyvet, a hátsó felvelét, akkor nem fogja ugyanúgy látni a világot. Hát miért is? Megkérnélek benneteket, akkor már rájött ide ki, és ha tudok még egy mikrofont szerezni, akkor az segíts. Bátyát ismertem.
érzelmi becsétet tudok tenni, és a belső világban valósul meg ez a gazdag érzelemvilág, innen tudunk megfelelő becsétszámot előkeríteni. Tehát ténylegesen hihetetlen felhajtó ereje van a művészetnek, a tudományos kreativitásra. A másik ugyanilyen felhajtó a hit, a szeretet, az, és azért volt az első a címe a művészet és tudomány együtt a hitben. De ez valóban inkább a én oldalam az mutatta meg, természetesen a Balázsnak a alkotásaival, rajzaival. Ez egy egészen más könyv, ez a mostani. Ha össze akarnám foglalni, amit én éreztem az olvasásakor, ugye a Churchillnek azt a mondatát fejti ki, soha ne add fel, soha, soha, soha. Ugye ez egy nagyon fontos megszólalása volt, amikor egy nagy auditoriumba belépett, és több száz egyetemista hallgatt, és ez volt az előadás, hogy ezt az egy mondatot elmondta, soha ne add fel, soha, soha, soha. Csak ez így egy pusztába kiáltott szó, és ebben a könyvben azt hiszem megjelenik ennek az oka, a miértje, és megjelenik egyben nem csak értelmi oldalról, hanem megjelenik a szívútjáról, hogy hogyan meríthetünk erőt ahhoz, hogy soha ne adjunk fel, bármilyen lehetetlen kocska helyzetbe kerülünk, amilyenbe ő is került akkor, amikor fiatal korában az a szörnyű balesete volt, és elég sokáig volt kómában, tehát egyébben össze is vágott a szakmánkkal, és ebből aztán hogy kászál, és hogy lett teremtő energia az ő alkotó művészetében a szenvedés. Mert ez a legnagyobb, ez a lényege a dolognak, hogy a szenvedés hogy lesz teremtő energia bennünk, bármilyen szinten megélt szenvedés, ami sorszerűen jön ránk, nem mi hozzuk össze. Erről szól a könyv, és ez egy hatalmas nagy tanúságtétel. Én csak kérdezek, gyakorlatilag nem ennyi volt az én feladatom. És ez egy külön szerencse, mert a Balázs rég tervezgette ezt a könyvet, hogy itt a elmúlt évben tényleg nagyon szembe jött ez a két drága gyermek, és ahogy a korábbi műtéteknél is rengeteget segített az ő rajzai, most inkább egy más oldalról, azon kívül, hogy itt is látható, hogy mennyire demonstratívak ezek a rajzok, de én személy szerint azt köszönhetem neki, hogy az állandó együttléten, együttléten
és akkor próbáltam magamban megfogalmazni, hogy valamit ki kéne találni, valakit meg kéne kérni, valamit föl kéne ajánlani ahhoz, hogy jobban legyek. Én akkor már bontakozott bennem, hogy én rajzolok, meg festek, valami nagyon nagyot kéne festeni, meg rajzolni, egy olyat, amiben benne van a tudomány és a természet, nagy természeti állapotban, egész két évet végig jártam az országban, a fákat, a virágokat, szerelmesek voltak, hogy minden egyképpen legyen rajta, még Isten akkor nem fogalmazódott meg bennem, hiszen még szegény apának, meg anyámat sem ismertem meg, de mégis tudtam, hogy valakit meg kell kérjem ahhoz, vagy valakinek egy fogadalmat kell tegyek, hogy én fölépüljek. És ez a kép megfogalmazódott bennem, egy ilyen nagy kép, én nem tudtam pontosan, hogy melyik lesz ez a kép, már tudtam, hogy mik fognak rajta szerepelni, és ez adott erőt, hogy ezt a felajánlást megtettem. Ha én egyszer felépülök, ezt a képet meg fogom festeni. Többször türelmetlen is voltam, hogy mi van már, tegnap felajánlottam, hogy még nem mozgok. És persze, ott ment a kórházba, már az is egy nagy dolognak tartották, hogy felemeltem a kezem, és a rácsos lánynak a hálóját meg tudtam fogni. Ez persze nekem még kevés volt, és többször szembeállást is tettem annak, akiket felajánlottam, hogy mi van már, mi van már. De akkor is egy küzdelmet adott, de emellett a küzdelem mellett az is bátorított, hogy bejöttek mindig az osztálytársak. Nem volt olyan nap, hogy ne legyek meg bent mellettem, nem volt olyan nap, hogy ne üljenek mellettem, nem volt olyan nap, hogy ne fogják a kezem. A bátyám minden nap bejött és megbaszírozott, mert ő azt mondja, hogy mivel fog ez mozogni, ha letapadnak az izmok, ha egyszer nélkül tud járni ezekkel a lábakkal, ahol a térde a legrosnak a pontja, hát ezzel nem lehet. Úgyhogy minden nap bejött, átbaszírozott az osztálytársaim közül. Külön emlékét kaptam a főorvostól, hogy hozzám bármikor bejöhessenek, mert Szarvas doktor azt vette észre, hogyha a barátok vagy kollégák vannak körülöttem, valami érdeklődés van a tekintetemben, és pont ezt mondom most a Csonkai doktorunknak, Rukajáról, aki most állítólag a orvosi szempontból félkombásállapotban van. Vagy most nem félkombásállapotban. Tudatállapot az
és akkor meg már rajzoltam a hasonlókat, és mert már egy kicsit máshogy láttam a világot egy kórház jelenlét után, már egy kicsit többet rajzoltam, amik a modellek voltak előttem, Somogyi János, hogy na, Balázs, látod, ez biztos, hogy fog neked tetszeni. Rámnéztem, akkor igen, ezt támadtam meg. És akkor már másnap elkezdtem az antikvárokat járni, hogy megvásároljak mindent ettől az alkotótól, Hieronymus Boschtól, a gyönyörű kertje volt az a kép, és próbáltam, ugye minden reprodukció másszínű, minél teljesen legyen, minél nagyobb anyagot próbáltam volna összegyűjteni, és már elkezdtem rajzokat készíteni ehhez a képhez. A könyv nagyon megragadóan tálalja ezeket a történeteket. Én most egy ízelítőt gondoltam csak a könyvből, azt hiszem, hogy ezt most meg is tettük. Gondolom, hogy nem kell nagy biztatás, hiszen aki itt van, azok szeretnek, ismernek meg az egészet, érdekli őket, hogy fogják olvasni az emberek. Egy picit, pár percet időznék a legújabb Dakai úttal. De olyan formában, hogy
Kis Zoltán